Ahogy már megszokhatták, szerdánként Ferenc pápa tanításait vesszük sorra, a Szent Mártaházi homíliákat elemezzük közösen Tekulics Judittal, a találkozókat, az eseményeket erre próbálunk választ adni. Szia Judit, nagy szeretettel köszöntelek ismét itt a stúdióban. Szia Kata, jó reggelt kívánok! Te is ott voltál velünk hétfőn, ha a képernyőn nem is láttak a nézők téged a Karizmák ünnepén Mária Remetén, azért hátul a Bónum TV-s sátrában tevékenykedtél, te is részt vettél ezen a közönség találkozón. Neked milyen élmény volt, milyen volt ott a napsütéses Mária Remetén találkozni a nézőkkel? Nekem nagyon szép élmény volt, és tényleg a találkozások azok nagyon-nagyon fontosak, és én is, amikor hát erről az eseményről értesültem, és elhatároztuk, hogy a Bónum itt megjelenik, akkor tényleg nagyon örültem neki, hogy egy kicsit személyesebb kapcsolatba is kerülhetünk a nézőkkel, és tényleg valóban voltak, akik odajöttek, beszélgettek velünk, elmondták a véleményüket, és mi ezért nagyon hálásak vagyunk, úgyhogy szerintem ezt folytatni kell, ha lesz erre alkalom, akkor igyekszünk ott lenni, hogy személyes párbeszédet is folytathassunk, tehát jót, rosszat, bármit, és köszönjük a kedvességeket is, amiket ott megtapasztaltunk, kaptunk. Azért többen mondták, hogy ezek egyoldalú ismerettségek, a nézők ismernek minket arcról, és már úgy jöttek oda hozzád is például, hogy szerbusz Judit, nagyon szeretjük ezeket a szerdai műsorokat. Hát ezen majd dolgozunk, hogy ez megváltozzon, hogyha gyakran ott leszünk ilyen rendezvényeken, akkor szerintem ez egyre jobb lesz, és esetleg egyre többen jönnek oda azok is, akik most úgy nem mertek oda jönni, vagy nem akartak. Tényleg a sétálgató emberek között is sokan mondták, hogy igen, ismerik a Bónum TV-t, most úgy nem éreztek kedvet, hogy úgy odalépjenek, vagy mondjanak, kérdezzenek valamit, lehet, hogy egy következő alkalommal erre is sor kerül. Akkor vegyük is sorra az elmúlt heti eseményeket, mert megint bővelkedünk a szentbeszédekben, az értékes szentbeszédekben, amiket Ferenc pápa mondott. Pénteken a Szent Mártaházban is tartott szentmisét. Isten népét alázattal, nem uralkodva kell legeltetni. Itt Szent Péter volt a központi alakja ennek a beszédnek. Mit jelent ez, hogy nem uralkodva kell legeltetni? Az alázat fontosságát és erényét szerette volna Ferenc pápa kihangsúlyozni, mégpedig a vezetők, a legmagasabb pozícióban álló emberek alázatát. Péterre bízta valóban Jézus az egyházát, és többször is említettük itt már mi is a beszélgetésünkben, hogy ez milyen fontos dolog Péter személye, aki ugye hát a pápák példaképe, vagy általában mondhatjuk, hogy az egyházi emberek, egyházi vezetők példaképe. És kiemelte Ferenc pápa Péter alázatosságát, azt, hogy Péter hibáival és bűneivel együtt kapta meg az egyház alapításának és vezetésének a feladatát. Ez nagyon fontos gondolat. Mert hogy itt azt is mondta Ferenc pápa, hogy a legnagyobb bűnösre bízza Jézus a juhait, Jézus a legbűnösebbet választja ki az apostolok közül, mert hogy Péter ugye háromszor is megtagadta Jézust. Itt beszél arról Ferenc pápa, ugye, hogy több apostolnak különféle bűneit ismerjük, a legsúlyosabb valóban Péter bűne, és ennek több jelentése van, hogy ennek ellenére miért ő, amikor Péter is azt gondolhatta magáról, hogy ő erre nem méltó, a világ is azt gondolta, vagy a többi tanítvány is esetleg emberi logikával azt gondolta volna, hogy na hát ez az ember nem méltó arra, hogy vezesse őket. Mégis rábízta Jézus az egyház vezetését. Miért? Azért, mert feltett egy nagyon egyszerű kérdést neki Jézus, az, hogy szereti-e őt Péter. És megkérdezte tőle, Jézus, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? És emeljük ki ezt a gondolatot, tehát, hogy az erények közül is a legfontosabb a szeretet, és a legfontosabb azt, hogy Jézust szeressük, és hogyha ez megvan, akkor bűneink, hibáink, gyengeségeink ellenére is megbocsátást nyerünk, és még olyan feladatokat is bízhat ránk a Jóisten, amiket esetleg mi nem is gondolnánk, nem is bíznánk benne. Még egy fontos dolgot szeretnék itt kiemelni, az, hogy Péter bűnös volt és hibákkal rendelkezett, ennek bizonyára ő maga is tudatában volt, nem csak a körülötte lévő világ. Képes volt tehát egy olyan érzésre, amit Ferenc pápa szintén sokszor hangsúlyoz, és ez pedig a szégyenérzet és az alázat. Ugye, tehát amikor elmegyünk szentgyónást végezni, beismerjük, bevalljuk a bűneinket, és képesek leszünk az alázatra,
ez azt jelenti, hogy el kell tudnunk gondolkodni a bűneinken, és szégyenkezni kell tudni. Erre is példát ad nekünk Péter. Nekem talán az volt a kedvenc gondolatom ebből a homiliából, hogy amilyen magabiztosan tagadta meg Péter Jézust, ugyanolyan magabiztosan utána megvallotta Jézus Krisztus. Tehát ez a magabiztosság gondolata. Én azt hallottam Péter apostolról, nem tudom már, hogy hol olvastam, vagy hallottam, hogy ő egy igen, hát ilyen temperamentumos, vehemens ember volt, tehát mindent, amit csinált, azt nagy energiával és lelkesedéssel csinálta. Sajnos a rosszat is ezek szerint, tehát a bűnbe is beleesett, tehát a megtagadást is ugyanilyen, hát... erővel tette, viszont a szeretete is valószínűleg olyan erős volt, és olyan, és a bűnbánata, és a Jézushoz kötődő barátsága olyan erős volt, hogy ez képesítette őt arra, hogy ezt a megbízatást betöltse, és a feladatát elvégezze, úgyhogy én magam is ilyen vehemens természetű vagyok, bízom benne, hogy van még remény számomra is. Biztos, hogy van. Én még egy gondolatot a Szentbeszéd végéről kiemelnék, amikor azt mondja Ferenc pápa, hogy hát Péter is ugyanúgy végezte, hogy az Úr Jézus, ő is kereszten, de nem dicsekszik azzal Péter, hogy hát nézzétek, én is úgy végeztem, ahogy Jézus Krisztus, hanem kéri, hogy őt ugye fejjel lefelé feszítsék keresztre. Valóban, és idézzük Ferenc pápát, aki azt mondja, hogy azért kérte ezt maga Péter, hogy kérlek, fejjel lefelé feszítsetek keresztre, hogy legalább látszék, hogy nem az Úr vagyok, hanem a szolga. Tehát ez is az alázatosságra mutat. És hát a pénteki napon Ferenc pápa találkozott fiatalokkal is. Ez is nagyon érdekes, és hát a hozzá megszokott, kötetlen módon találkozott a fiatalokkal, akik, ha jól tudom, akkor felső tagozatos gimnazisták voltak. Itt már tegnap a lapszemlében említettem, hogy három diák kérdést is tehetett föl Ferenc pápának. Melyek voltak ezek a kérdések? Miket kérdeztek a fiatalok? Igen, mi itt hát nézhettük itt a Vatikáni TV-n ezt a bizonyos találkozót, tényleg nagyon szívélyes légkörű volt, és Ferenc pápa mindig nagyon fontosnak tartja. Tényleg a gyermekekkel való, itt én inkább a gyermekek szót használom, nem a fiatalokat, mert szerintem 11 néhány évesekről lehetett szó. Hát való, azt hitták, hogy felső tagozatos. Igen, komoly beszélgetés, tehát hogy Ferenc pápa megtalálja tényleg a hangot minden korosztállyal. A párbeszéd ebben az esetben úgy valósult meg, hogy valóban három kérdés hangzott el. Az első egy Márta nevű lányka kérdése volt az iskolaváltásról, hiszen hamarosan gimnáziumban folytatja tanulmányait, ha megvan a kulcs szó. Kisebbek lehetnek. Tehát a gimnáziumba lépés előtt, az iskolába lépés előtt ti félelmeire kért valami orvosságot, tanácsot a pápától. És erre mi volt a válasz, mi a megoldás? És nagyon szép válasz adott rá Ferenc pápa, azt mondta, nem szabad a változásoktól félnünk. Ugye nagyon sokszor emeli ki Ferenc pápa, hogy mindegyikünknek van valami félelme, aggodalma, amit azért minden esetben le kell küzdeni. A gyermekekben is van, a fiatalokban is van nagyon sok félelem. Ilyen lehet például egy új dologtól, egy új helyzettől, egy új iskolától való félelem. Ettől azonban soha nem szabad félni, hiszen ha valaki a félelem miatt bezárkózik, akkor az élet távlatai bezárulnak előtte. Tehát egy idő után az élet zárkózik el tőlünk. Ha mi nem vagyunk elég bátrak, hogy új dolgokra nyissunk, akkor többet nem is fogunk kapni az élettől új lehetőséget. Ez nagyon szép. Tehát a növekedéstől, változástól való félelmet le kell győzni. És ide tartozik az a gondolat, amit szintén hétfőn a karizmák ünnepén Erdő Péter bíborossal is kiemeltünk, a kanapénak a motívuma, ezt ő is megemlítette. Nagyon jó volt hallani, hogy nem csak a mi fülünket birizgálja mindig ez a gondolat, és hát most is elmondta Ferenc pápa, hogy a fiatalok keljenek föl a kanapéról. Valóban azt mondta, nem szabad elkényelmesedni a kanapén, a változástól való félelem miatt mindig új emberekkel találkoznunk, és aki nem mer új emberekkel találkozni, illetve még kiemelem azt is, amit mondott, aki nem tud jól elbúcsúzni az emberektől, vagy egy iskolától, vagy egy életszakasztól, élethelyzettől, ami azért mindannyiunk életében lezárul,
ha nem tudunk jól elbúcsúzni, akkor nem tudunk újat kezdeni is, és hát az új emberekkel való találkozás, az új dolog elkezdéséhez bizony bátorság és energia kell, úgyhogy a kanapéról fel kell állnunk. És Julia pedig egy jóval globálisabb kérdést tett fel, ő egyenesen azt kérdezte Ferenc pápától, hogy hogyan lehet megváltoztatni a világot. Hát Julia nagyon bátor lány, az már biztos. Jó a kérdés, igen. Ferenc pápa megint nagyon konkrét dologgal válaszolt, és mondhatjuk, hogy azt mondta, hogy egyrészt kis dolgokkal kell megváltoztatni a világot, mindennapi dolgokkal, másrészt pedig, hogy minden egyes ember saját magában nézzen bele, és először saját magát változtassa meg, utána lehet a világra gondolni. Mégpedig a szívünket kell megváltoztatnunk, a szívünkben kell elérnünk azt, hogy helyes irányba forduljon az életünk, és aki megvalósítja magában a testvéri szeretetet és a nyílt szívet, azután képes lesz arra is, hogy először a körülötte lévő embereket, utána pedig majd esetleg az egész világot változtassa meg. Tánió pedig egy bolgár kisfiú, akit örökbe fogadtak, ő pedig azt kérdezte Ferenc pápától, hogy hogyan lehet hinni az Úrban, hogyha látjuk folyamatosan a gyerekeknek, a kicsinyeknek a szenvedését. Ez tényleg egy elgondolkodtató, egy nagyon nehéz probléma mindig a szenvedő gyerekeket, de nem kell mondjuk itt Afrikára gondolnunk, vagy a háborús övezetekre, hát a saját országainkba is láthatunk nehéz sorsúakat. Ferenc pápa erre mit válaszolt? Így van, illetve hát tudjuk, hogy maga Ferenc pápa is minden apostoli látogatásán elmegy gyerekkórházba, és azt hiszem egyszer mi is beszélgettünk erről, hogy milyen szép dolog az, hogy hát ő nem lenne köteles ezt így minden alkalommal nézni, de ő elmegy, ő oda megy. Legutóbbi genovai látogatásán is ugye a legsúlyosabb állapotban lévő intenzíven fekvő gyerekekhez ment oda, tehát lépett oda, és nem fél a fájdalomtól, nem fél a szenvedéstől, hanem megpróbálja ő maga is feldolgozni, és azért, mert ő maga is ezt így módon megtapasztalja, közvetlen közelről látja, ezért tudott válaszolni erre a kérdésre, illetve pontosabban azt mondta, hogy magyarázatot nem tudunk erre adni, meg magyarázni a gyerekek szenvedését nem lehet, nem tudok válaszolni a kérdésedre, mondta nagyon őszintén, tanácsot tudott adni a gyerekeknek, mégpedig azt, hogyha a keresztre tekintünk, és azt látjuk, hogy Jézus Krisztus is milyen sokat szenvedett, aki ugye az Isten fia, hogyha az Isten a saját fiának, hát idézőjelben megengedte, hogy ennyit szenvedjen, akkor tulajdonképpen biztos kell, hogy legyen valami értelme annak is, hogyha a gyerekek szenvednek. Hát próbáljunk meg erre gondolni, amikor ilyen helyzetbe kerülünk, vagy ilyet látunk. És itt a pénteki Szent Mártaházi homíliában már beszéltünk a megbocsátásról, de a pünkösdi szentbeszédben is ez állt a központjában Ferenc pápa beszédének. Az egyháza a megbocsátásból születik, egység a sokszínűségben, ezt is hétfőn ott a karizmák ünnepén ezt a sokszínűséget, ezt az egységet Nagy Nikoletta kolléganőnk többször is hangsúlyozta. A karizmatikus megújulás egy kerek évfordulót ünnepel, és őket is fogadta Ferenc pápa vasárnap, és ugye a virrasztáson is. Miről szólt akkor ez a szentbeszéd? Valóban már szombat délután egy közös imára gyűltek össze a Circus Maximus területén Rómában azok az emberek, akik a karizmatikus megújulás mozgalom fennállásának 50. évfordulóját ünnepelték együtt Ferenc pápával, tényleg az egész világról érkeztek, és Ferenc pápa vezetésével imádkoztak azért, hogy ez a mozgalom, illetve az egyház megkapja a Szentlélek ajándékát, és megújuljon, illetve természetesen tovább éljen ezen a szép évforduló kapcsán. A Szentlélek hát eljövetelét hangsúlyozta nyilvánvalóan szentbeszédében Ferenc pápa a pünkösdi homíliában, és a megbocsátást emelte ki, ugye a pünkösd az egyház születésnapja, vagy megalakulásának ünnepe. Itt fontos volt látni, hogy mit tart Ferenc pápa a legfontosabbnak a mai egyházban, a mai egyház számára. Hát a megbocsátást. Azt mondta, hogy ez a legnagyobb ajándék, amelyet kaptunk, a megbocsátás ajándéka. Valóban, szerintem ez egy nagyon egyedi látásmód, és nagyon érdekes és érdemes erre odafigyelni tényleg, hogy a legnagyobb ajándék, amit mi is egymásnak adhatunk, én azt hiszem emberek között, vagy a
amit az egyház egy intézményként, vagy amit a papa gyóntatószékben adhat, az a megbocsájtás. Tehát mi is, hogyha meg tudunk bocsájtani az ellenünk elkövetett dolgokért, ami nekünk rosszul esik embertársainknak, akkor az óriási dolog és óriási megkönnyebbülés, hogyha helyreállíthatunk egy kapcsolatot, egy jó viszonyt a megbocsájtással. Az egyház számára is ezt kérte elsősorban Ferenc pápa, és ennek a fontosságát hangsúlyozta ki. A másik ugye a sokszínűség gondolata. Pontosan, hogy ez az egység ebben azért, ez nem uniformitás, ahogy mondja, ez nem egy ilyen egyenlőség, hanem hogy különbözőek vagyunk, de mégis ebből a sokszínű különbözőségből lesz majd egy nagy egység. Én azt hallottam ki ezekből, és arra jutottam, hogy itt azért megint az ökumenizmus gondolatának a fontosságát is igyekezett sugalmazni Ferenc pápa. Tehát, hogy az egyház, illetve a Krisztus hívők, a keresztények inkább az egységet keressék, vagy a közös dolgokat keressék, és ne válasszanak oldalt, ne válasszanak tábort, ahogyan mondta Ferenc pápa. Tehát, hogy az egység tényleg ne legyen uniformitás. A sokszínűség nem baj, nem bűn, ettől nem kell félni, nem kell egymást meggyőzni arról, hogy valamelyik jobb, mint a másik, hanem ne egyformák legyünk, tehát, hanem egységesek Krisztusban. Itt egy kísértést is említett Ferenc pápa, hogy ne az egységet keressük a sokszínűség nélkül, tehát a sokszínűség mindig legyen benne ebben az egység felé törekvésünkben. Igen, tehát itt egymás elfogadása, egymás véleményének, egymás szavának, egymás gondolatainak elfogadása, akár egymás hitének elfogadása is. Tehát, hogy az egyház valóban akkor tud befogadó lenni, és talán minden embert a legjobban megszólítani, hogyha tiszteletben tartja a sokszínűséget, és befogadja az embereket, a sokszínű embereket, a sokszínű gondolatokat. És itt mondott ismét egy jó hasonlatot Ferenc pápa, amit itt ugye kiemelnénk, tehát, hogy ne legyünk jobb vagy baloldali keresztények, hanem először is Jézus keresztényei legyünk. Tehát ez egyértelműen arra utal, hogy ne próbáljunk oldalt választani, ne legyünk egyik egyháznak, egyházi résznek a drukkerei sem, hanem mindenek előtt, aki Jézus Krisztus tartja szem előtt, az egyházat is elősegíti. Tehát, hogy ne legyünk a múlt merev őrei, mondta Ferenc pápa, hanem az egyház alázatos és hálás gyermekei legyünk, tehát az egységet szolgáljuk a sokszínűségben, úgyhogy nagyon érdekes szembeszéd volt ez. Közben megérkezett már az élő képünk Vatikánból, de még van egy pár percünk, mire Ferenc pápa odaér a színpadhoz. Itt még, ha már a megbocsátás egyházát adtuk a mai beszélgetésünk címének, akkor a megbocsátásról is beszéljünk. Még ebben a homíliában Ferenc pápa mondta, hogy Jézus nem ítéli el övéit, akik elhagyták és megtagadták húsvétkor, hanem a megbocsátás lelkét adja nekik, tehát itt is a megbocsátás, a bűneink bocsánata az egy központi gondolat volt. Valóban a szent lelket is úgy határozza meg ebben a szentbeszédében Ferenc pápa, hogy a feltámadott Krisztus első ajándéka és a megbocsátás lelke. Tehát, hogy a megbocsájtás az, amelyet először nekünk ajándékoz az Isten, nekünk pedig tovább kell adnunk embertársainknak, és az egyháznak is ezt kell képviselnie, hiszen a megbocsájtás, amikor megbocsájtunk egymásnak és befogadjuk egymást, azt teszi lehetővé bennünk az újrakezdést. Én itt kiemelném, az előbb utaltam az ökumenizmusra, befogadásra, megbocsájtásra, hogy ne tartsunk haragot, ne hánytorgassuk fel sérelmeinket. Az újrakezdést is kiemelném, amelyhez szintén a Szentlélek segíti hozzá az egyházat is, és mindannyiunkat a magánéletünkben is. Tehát, ha kiengesztelődünk másokkal, egymással, akkor utána mindig lehetőségünk van újrakezdeni és változni a szükséges dolgoknak megfelelően, úgyhogy az egyház számára is ezt az utat jelölte ki Ferenc pápa ebben a szentbeszédében. Közben pedig, ha jól látom, akkor Ferenc pápa megérkezett a színpadhoz, úgyhogy hát lennének még témáink, de akkor azokat talán elrakjuk majd jövő hétre, és folytatjuk a beszélgetést. Judit, gyorsan, tényleg csak egy pár mondat, mondd el, hogy az audiencia után mivel várod majd vissza a kedves nézőket. Az audiencia után Lukács László piarista atyával és Nobilis Mário atyával várjuk majd a kedves nézőket
a fiatalokról, egy fiataloknak szóló könyvről fogunk beszélgetni, illetve a környezetvédelem fontosságáról, amely valahogyan mindig összefonódik Ferenc pápa beszédeiben a fiatalokkal.